A gyertyafényes Advent programsorozat részeként pénteken számos színpadi produkcióval várták a Kossuth utcára látogatókat Advent harmadik hétvégéjén. A kissé hűvös idő ellenére sokan sétáltak, meghitten beszélgettek a karácsonyi füzérektől hangulatos Kossuth utcán, közben megcsodálták a karácsonyi fényárban úszó kirakatokat, többen forralt bort vagy forró csokit, teát kortyolgattak. Az adventi forgatagban a sétáló utcán az üzletek meghosszabbított nyitvatartással várták a vásárlókat, és ezzel a lehetőséggel sokan éltek is. Schmidt Lajosné nászasszonyával látogatott el a sétáló utcára. Mint mondta, ittak egy finom forró csokit, majd megnézték a színpadi fellépőket. Inkább csak a programokat nézzük meg. Hát néha az üzletbe is. Én ma jövő héten veszem meg az ajándékokat. Baldau Sándor Júliától megtudtuk, kislányával jött fel a Kossuth utcára. És így meghallottuk, és akkor ő egyből ide szeretett volna jönni, és ezért igazából a kivilágítás miatt azt szeretjük igazából ő miatta. Szerintem mindenképp jó, mert így azért mi hiányoltuk, hogy ennyire nem volt így kivilágítva a város tavaly se, meg így tényleg azért ezek így jó programok így mindenkinek, és egy plusz program igazából, leglehetőség, hogy így sok mindenki együtt legyen, úgyhogy mi nagyon szeretjük. Gőgös Péterné kifejezetten a műsorra jött fel fiával, de úgy gondolta, ha már itt vannak a Kossuth utcán, benéznek egy pár boltba. Kifejezetten a táncot szerettük volna megnézni, mert egy ismerősünk is táncolt, és közben bejöttünk ide az üzletbe is körülnézni. Szerintem nagyon jó, kicsit összerázza talán itt az embereket. Kis Sándorné szerint nagyon jók a programok az adventi forgatagban. Nagyon jó ötlet volt ezt így létrehozni. Tényleg nagyon sokan vannak, érdekli mindenkit, úgyhogy nagyon jó szerintem. Most a színpadi program miatt, illetve fogyasztottunk is finom forralt bort. Közben a Rákóczi utca sarkánál felállított színpadon egymást követték a fellépők. Bemutatkoztak a Vajda Márta Egymi első és második osztályos diákjai, az énekkarosok, de a felsős tanulók is szavaltak. Forshofer Judit gyógypedagógus elmondta, a Vajda Márta iskola már a múlt pénteken is fellépett az adventi programon, most a diákokkal mutatkoztak be. Múlt héten egy Mikulás műsorral készültek a kollégáim, ahol tanárok, illetve asszisztensek szerepeltek, heten voltak, és ugyanazt a műsort adták elő, amit mi nekünk a hét elején, ami nagyon aranyos, vicces műsor volt. A gyerekek is nagyon élvezték nálunk az iskolában. Ma pedig az énekkarosok jöttek, tulajdonképpen a legügyesebb gyerekeket hoztuk el most, az alsó tagozatosok, az első és második osztályosok két kis táncot adtak elő, karácsonyi dalokra táncoltak, illetve volt két vers, felső tagozatos gyerekek szerepeltek a két versen, valamint az énekkarosok is énekeltek két dalt. Az egyik dal a Szent Karácsony eljött, a másik az pedig az Ébredj ember című dal volt, valamint még van két tanítványunk is, aki zongorázik az Allegro Művészeti Alapiskolában, és ők is szerepeltek. Az egyik négykezes játszott velem, a másik pedig egyedül kísérte a többieket, az egész énekkart. Szerintem nagyon jól sikerült, én nagyon élveztem, és én úgy vettem észre, hogy a gyerekek is mindent beleadtak az éneklésükbe. Ebben az adventben most vagyok itt először, de valószínűleg nem utoljára. Tehát még biztosan föl fogunk jönni kis forralt borra, forró csokira. Ezt követően a Pápé Musical Stúdió fiataljai karácsonyi dallamokkal örvendeztették meg a járókelőket. Az est során a Tiboróza táncsoportot is láthatták az érdeklődők, a Három Határ Kulturális Egyesület énekkarát, valamint a Kemenes Magasi Citera zenekart is. Sebestyén Zoltán, a Citera zenekar vezetője kiemelte, nagy öröm volt számukra, hogy a gyertyafényes advent programjai között ők is felléphettek. Két héttel ezelőtt volt Kemenes Magasiban egy nagy
jubileumi műsorunk, a 45. a megalakulás 45. évfordulóján. Nagyon sokat játszunk különböző fellépéseken, hát túl vagyunk ebben a 45 évben, úgy számoljuk, hogy kb. 1200 fellépésen vagyunk túl. Németországban, Erdélyben, Felvidéken, Ausztriában, és hát persze a zöme, az mégiscsak hát Magyarországon. Ugye divatba jöttek a falunapok, a városi rendezvények, Pápán is nagyon sokat szerepeltünk régebben, most egy kis kihagyás volt egy pár év, de most újra meghívtak bennünket, és ennek nagyon örülünk, és nagyon köszönjük. Két adventi dalt, és a többi viszont karácsonyi. Tehát mi nem, most nem a hagyományos népdal feldolgozásokat, vagy népdal éneklést hoztuk el, hanem a repertoárunkon nekünk nagyon sok adventi, karácsonyi dallam van, úgyhogy hát a legismerősebbek a Betlehem, a Te határidban, Elindult Mária, ez egy gyönyörű szép zalamegyei gyűjtés, A kis Jézus aranyalma, tehát ez mind a leendő Jézus születésével kapcsolatos gyönyörű szép magyar népdalok, magyar dallamok. Népszerű volt a fénylabirintus is a főtéren, ezúttal is sokan fotózkodtak előtte. Advent harmadik vasárnapján az evangélikus felekezet közreműködésével lobbantották lángra a város adventi koszorújának harmadik gyertyáját. Ezt Polgárdi Sándor esperes gyújtotta meg. Mint mondta, Advent harmadik vasárnapján a keresztény egyház örvendezik. Ma arról szól az evangélium, hogy örvendezzetek. Örvendezhetek én is, önök is mindnyájan, mert megismertük őt, hallottunk róla, üzenete van számunkra, hogy elhívott bennünket az ő követésére. A kereszténység örömhíre ma is, a távoli Isten Jézus Krisztusban emberré lett közénk, és ez az Úristen, akiről tudjuk az Ószövetségben, hogy féltőn szerető Úr, emberré lett, hogy nekünk örök életünk legyen. Nagyon sok templomban az elkövetkezendő hétvégén, karácsony ünnepén, ott lesz majd szimbólumként a karácsonyfa mellett a jászol. A jászol szimbolizálja Istennek ezt a mélyre hajolását hozzánk. Milyen csodálatos, hogy ezen a hideg téli estén is van üzenete számunkra. Az esperes kiemelte, öröm, hogy megérkeztünk a harmadik gyertyagyújtáshoz, és ebben mindannyian osztozhatunk. A karácsonyfa fényei beragyogják lelkünket, otthonainkat, és mi is azután a fény után megyünk, amely a pásztorok számára is irányt mutatott. Megmutatta azt a szegény, egyszerű istálót, ahol megszületett a megígért megváltó. A programot a Csodavár Evangélikus Óvoda és a Pápai Evangélikus Kórus karácsonyi műsora színesítette. Őket a katolikus iskolások, a Megafon, a Vidám Nagyik, a Nyugdíjas Egyesület irodalmi színpada és a Kemenes Magasi Citera zenekar követte.